Számítógépi régi faxgép, a háttérben pedig jelmezbe öltözött diákok. Egy különleges versenyen készültek ezek a fotók. A pályaorientációs kalandőrület nevű játékot 2005-ben rendezte meg először a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Tamási Vályi Péter szakképzőiskola. A program során a szakképzés iránt érdeklődő 6 fős diákcsapatoknak leleményes logikai feladatokat kell megoldaniuk rendhagyó módon. Idén a versenyre az egész megyéből várnak jelentkezőket. A szervezők ugyanis így akarják népszerűsíteni a szakképzésben rejlő lehetőségeket. Ez a vetélkedő egy kiemelt vetélkedő lesz olyan szempontból is, hogy december 16-án lesz egyébként, hogy reggel 8-tól este 6-ig tart rendkívül széles kört érintve, meg témaköröket érintve, illetve nagyon érdekes témákat fölkarolva. A verseny reggel 8 és délután 6 óra között zajlik majd. A 6 fős csapatok a saját lakóhelyükön oldják meg a feladatokat, az eredményeket pedig az interneten küldik be a bíráknak. Az aktuális állásról napközben folyamatosan beszámolunk majd televízión különböző felületein is. A program a Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként valósul meg. A szervezők célja, hogy a szakmákat ezáltal tegyék népszerűvé a fiatalok számára, ezzel biztosítva a megfelelő szakember utánpótlást, ami által erősíthető Tolna megye gazdasága. A megye vállalkozásainak különben az szab határt, hogy nincs elegendő szakképzett munkaerőjük, tehát nem tudnak plusz feladatokat lassan bevállalni, mert a mai szabadpiaci munkaerőpiaciról már szakképzett elegendő munkaerőt nem tudnak magukhoz csábítani. Ezen változtatnának a pályaorientációs kalandőrület nevű diákvetélkedő szervezői. A játékra november 20-áig jelentkezhetnek a szakképzés iránt érdeklődő 6 fős Tolna megyei 8. osztályos csapatok.